Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak. És mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Az elmúlt években egyfajta fétissé vált a boldogság. Sokan úgy vélik, ha ezt elérik, akkor beköszönt egyfajta paradicsomi állapot, ahol egészségesek, tehetősek, másoktól kedveltek lesznek. És aztán ez a tévhit annyira erőssé válik, hogy pont egy állandósult görcsös állapothoz vezet, ami rettegést okozhat az emberben, fél attól, hogy amit eddig megszerzett, az bármikor elveszítheti. A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy ne azokra a dolgokra építsük az életünket, amiket elveszíthetünk, hanem fogadjuk el, hogy úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. És lehet, hogy elvesz tőlünk valamit a világ vagy az emberek, azt, ami a lényegünk, ami a boldogságnak a forrása, azt csak mi adhatjuk oda. A posztmodern ember elveszítette a hitét, tévhitekre épít, és ezért kicsit talajvesztetté vált, és egy rakás szorongást helyez önmagára. Ehelyett azt mondja nekünk Jézus, hogy ne féljetek hát, nem többet értek ti a verebeknél. És atyátok, tudta nélkül még egy hajszál sem vészel a fejetekről. Ha nem tanulunk meg bízni Istenben, akkor számtalan félelmet gyűjtünk magunkba. Egyszer papként a hivatásom gyakorlása miatt életveszélyesen megfenyegettek. Másnap lábnyomok az asztalomon, a számítógépemet elvitték, és heteken keresztül félelemben, sőt rettegésben éltem. Mindig kísérgetett valaki. Azt mondták, hogy hordjak a hátizsákomba baseballütőt, gásprét. És aztán egyszer kellett hoznom egy döntést, hogy most én tényleg bízok az én Istenem oltalmában, hogy amíg itt kell legyek a Földön, addig úgyis itt leszek. Vagy pedig felhatalmazom ezt a fenyegető embert, hogy továbbra is uralja az érzéseimet, a belső világomat. És amikor ezt a döntést meghoztam, akkor egyszer csak úgy elengedett ez a félelem. És láttam, hogy én Isten oltalmában élő emberként tudok boldog lenni. Ugyanakkor megtanultam uralni a félelmeimet, megtanultam bánni velük. És ez a döntő. Tudom-e kezelni a félelmeimet? Sok mindentől félünk, mert nem bízunk eléggé abban, hogy Isten szeret bennünket, és nem bízunk eléggé abban, hogy önmagunkért szeretnek bennünket. Te nem annyit érsz, amennyit keresel, vagy amennyien lájkolnak az interneten, hanem ahogy ma hallottuk, ti sokkal többet értek a verebeknél. Isten egyetlene vagy. Amikor ellopták a számítógépemet, teljesen kétségbe estem, hogy most innentől kezdve nem fogok annyit érni. Nem tudom azokat a hittanórákat megtartani, amikhez ott voltak a szemléltető anyagok, vagy azokat a minőségi tanításokat, és ledöbbentett, hogy se az embereket, se a gyerekeket nem érdekli, hogy mi van a számítógépemben. Őket egy dolog érdekelte, hogy önmagamból ki tudom-e termelni azt a bizonyosságot, hogy a mennyei atya jó, hogy nem kell félni, hogy ebben a gyermeki bizalomban élhetünk, hogy nem attól leszünk értékesek, ami a számítógépünkben van, vagy ami a zsebünkben van, hanem önmagunkért vagyunk fantasztikusak, szerethetők. Az Isten félelemnek az erénye is
Tulajdonképpen ez a gyermeki ráhagyatkozás. Egy tanmese szerint a bölcs kiment a város főterére, az egyik kezében fáklyát vitt, a másikban pedig egy vödör vizet, és hát megkérdezték, hogy hát mit akarsz ezzel? Azt mondja, megyek, felgyújtom a mennyországot, és kioltom a pokol tüzét, hogy az emberek többi ne a jutalom, a túlvilági jutalom reményében, vagy a büntetéstől való félelem miatt tegyék a jót és szeressék az Istent, hanem egész egyszerűen önmagáért.